This mission starts with a cold and dark aircraft parked on the ramp. You may fly the planned route or just explore the area. There are no threats. Ennek nagyon örülünk. No. Hogyan is kéne ezt beindítani? Igazából pofon egyszerű. Azt leszámítva, hogy nem működik semmi benne, mert még annyira pre-alpha. Ezt leszámítva is pofon egyszerű. Az engine feed működik a track helyre. Tehát az engine feed normon kell, hogy legyen. A CNI UFC-n, az EFF Master-en, illetve a standby-on. Ezek a fényeink. Flash, wingtail, off brightness, lefelé halvány, felfelé világos. Bekapcsoljuk ezt is, ez a fő kapcsoló. Tehát ha ezt lekapcsolom, akkor minden lekapcsolódik. Jó, battery. Először ide, várunk egy kicsit, majd main power. És GFS switch start 2-be, tehát lefelé. Ez a szakáll, ez a nagy sárga, ezt kell a jettisonon akarjuk a kanapét, egyébként alatta lévő kicsi gombbal zárjuk be. És utána egyszer megnyomva a bal klikkel, lecsukjuk, lefixáljuk. Ejection seat arm. Mindkét törötött both-ra a rádiót. Kicsit le is halkítjuk addig. Menet közben persze figyeljük az FTIT hőmérsékletet, az RPM-et, ha 20% fölé megy, akkor ki lehet venni idle-ból. Ettől majd jól elindul minden. Fölpörög elvileg az FTIT-nek, ups, 650 fölé nem kéne mennie, de most már mindegy is. Pörögé. Becsavarjuk középre, majd bal klikkel beállítjuk. Jó, nagyjából 60-65%-ra vissza kell, hogy essen, és egy olyan 400-300 közötti FTIT hőmérséklet. 1200 total fuelunk van. Megtennéd, hogy nem mész vissza magadtól? Köszi. Jó. Akkor RVR power. MVS, Jammer, Radar Warning Receiver, illetve a programok. Ezt nem nyomjuk meg, mert ez kidobja az összes countermeasure-t. Ezt manuálra állítjuk. Landing Lights. Parking Brake. Igen. Jó. Master Armot nem kapcsolunk egyelőre. Ezzel a görgővel bekapcsoljuk a HUD-ot, aminek még nem adtam energiát, úgyhogy... Igen, még mielőtt bármihez hozzányúltunk volna egyébként, ezt, ha ez off-ba van, akkor ezt normba kell rakni. Most normba van default, úgyhogy most így jó. Jobb, bal, HDPT, FCR, Radar Altimeter egyelőre standby-ba. Dead Data Flight Plan. Reticle Depression egyelőre nekem nem kell. Konzolvilágítás, meg instrument panel, ezek mehetnek. Jó. Nyomunk egy normot, egy aligned. És amikor kész van, hát ami állítólag teljesen egyelőre úgy van, hogy pre-aligned, tehát nyugodtan mehetünk NAV-ba is elvileg. UFC, aha, itt is van. És akkor villog egy-kettőt a HSD meg a, hát mondjuk, igen, az FCR-nek mondjuk itt kéne egy self-test legyen, de hát nem mindegy. Tehát itt kéne menni egy tesztnek, normális esetben. És akkor, tehát amit az előbb örülök neked.
a head-mounted queuing system, a store switch, MFD switch, UFC switch, MOB switch, GPS és data link. Na, ezeket mind fel kell kapcsolni. És akkor, hogyha nyilván ugye most nekem nem kell betöltenem a navigációt, mert már van, de elvileg ezen kívül mondjuk ezen kívül elvileg más nincs, egy van, bocsánat, a pitot heat az itt van hátul, itt kell a probe heat-re kell kapcsolni, tehát jobb klikkel. Jó, ennyi. És akkor most annyi van, hogy nyomunk egy nozzle steering gombot. Megkérjük a bácsit, hogy szedje ki a cuccokat. Akkor ezek szerint nincsenek is ott. Hát akkor ennyi, és akkor mehet a taxi. Most pillanatra felvillant a Mastercard-on azért, mert benn volt nekem ugye a parking brake. De hogyha nincs benne a parking brake, akkor ezt nem fogja csinálni egyrészt, másrészt meg hogyha gázt adunk neki, akkor azonnal kiszedi automatikusan. Amit én nem tudom, hogy így van-e, valójában nem kéne, hogy kiszedje szerintem, de hát ez már más kérdés. Na, eltaxizgatok ide, aztán felszállok, és azt hiszem, hogy nagyjából ennyi. Egyelőre még ilyen bonyolult a rendszer. Megnézzük, hogy van-e rádiónk. Múltkor, amikor indítottam, akkor ugyanezt csináltam, mint most. Tehát ugyanígy sistergett, és nem volt rádió. Nem tudom, hogy ez... szándékos, vagy nem. Amíg megyünk, UFC COM1-en, vagy ICP panelon a COM1, ugye tudjuk állítani, ugye, hogyha a preset van beállítva, itt, akkor a preseteket. Ha bármi van, akkor itt ezzel a kis klikkelgetéssel lehet jobbra-balra föl váltogatni. A jobb vagy a balra az mindig visszamegy a főmenübe, a jobbra mindig szelektál. Ez azt jelenti, hogy ha én most itt nyomok egy selectet, akkor beírná, hogy set. Vagy hogyha lenne olyan opciónk, amivel ezt tudnánk használni éppen. Tehát itt tudok presetet is, tehát ez az, amikor alapból, amikor bejövök a menübe, akkor ide, ha beírom, hogy 2, vagy 1, most sikerült egyet nyomnom, mindegy, egyet, akkor áttehít az 1-esre, ami 305, 2-es, akkor a 2-esre állítja, ami szintén 305. Nem. Hát jó, ez ugye sem működik normálisan. A lényeg az, hogy ide, hogyha beírom, hogy 2 és preset van állítva, akkor a 2-es presetet kéne használnia. Ha pedig beírom, hogy 305 enter, akkor vissza a 305-re. Tehát akkor meg a 3, tehát vagy a preset channel-t kell beírni, vagy a magát a frekvenciát. COM2 ugyanez csak VHF-re, IFF, hát az így benn van, de ezt nem tudom, hogy működik-e, egyelőre nem próbáltam, én azt feltételezem, hogy szoszó működik, tehát így valószínűleg egy hasonló IFF, mint mondjuk, mit tudom én, a Hornetnek, ami van, tehát nem igazi, hanem csak valami emulált. Jó, a lista gombra egy csomó minden megjelenik, egyelőre hát limitált a dolog, bingót tudunk állítani. Destination there nincsen. Datalink nincs. Mi volt? Múltkor láttam valamit, ami volt. Lézerkódot tudunk állítani. Harmot sem tudunk állítani.
És... Nem. Akkor mi volt az, amit tudtunk állítani még? Hát mód, igen. A mód az így, ha nem látod mondjuk a hátot, vagy valami baj van vele, akkor itt is el tudod váltani, vagy gombokat nem tudod megnyomni. Valami van, bármi van, akkor itt is tudod ugye air-to-ground módok között változtatni, és enterrel átvált abba a módba, ha nem vagy a földön, most éppen a földön vagyok. Na. Röviden és tömören az F-16 startup az egyelőre ennyi. Nem lesz sokkal bonyolultabb soha körülbelül. Viszont ez a fék, ez valami botrány. Ez botrányos ez a fék. Ez nem áll meg rendesen. Na jó. Felpörgetem. Piff, elengedem. Ki kellett volna kapcsolni a nozzle steeringet előre, de hát most már mindegy. ...150-nél már nyugodtan lehet emelni. Gears up, flaps nincs. Ugye az ilyen flight control surface van, vagy FLC. És ennyi. Felszállni ennyivel gyakorlatilag. Sokat nem kell szarakodni. Jobb oldalra egyébként alapvetően kirakja a FCR-t, ahol ugye az egér billentyűket meg itt amit nyomkodunk, TMS app-pal, tehát TMS fölfele röviden, azzal lehet lokkolni bármit, meg is fogta, amit találtam, ami nem más, mint szerintem valami friendly cucc. Ami nagyon jó viszont, az a HMC ebben azonnal, mert azonnal látom, hogy hol van a cél. Ott repül. És úgymond egy negyed dollároson megfordul a gép. Körülbelül 300-350 sebességnél nagyon szép manővereket tud csinálni. Ami fontos lehet felkötni. Dogfight mód. Ugye nyilván kéne kapcsolni a Master Arm-ot. Dogfight módban bármit is tudok. Hát hello. Észrevett, hogy itt vagyok, vagy... Csak simán módosított a röppáját. Szóval a Dogfight módban TMS app-pal a kis... Nyilván ha a radar látja a célt, akkor ez a kis karika, amikor bekapcsolom a dogfight módot, akkor előjön, hogyha TMS up-ot nyomunk. Ha TMS down-t, akkor eltűnik, viszont az up-nál, ha még egyszer előjön, akkor be tudom fogni vele a közvetlen közelemben lévő célokat, ami nagyon mókás és nagyon hasznos tud lenni. Jó, Gun Funnel rögtön, ahogy megnyitom a Dogfight módot, Gun Funnel rögtön ott van. Nyertelvileg. Na, nem.
Nincs nálam semmi. Mert csak trénereket hoztam elvileg. Na mindegy. Hát akkor most itt nem lövöm le. Mert nem poén. Úgyhogy nem lőjük le. Viszont azt lehet csinálni. Hú, az mit csinált? Menj haza, részeg vagy. Na jó, még gyorsan lerakom. És akkor már ennyi tényleg. Lerakni nem nehéz, alapvetően egy... rövid kifutón is megáll. Annyi a trükkje, hogy ahogy Vex is mondta, flerelni kell, mert különben nagyon gyorsan mész. Tehát hagyni kell, hogy az egész gép teste lassítsa le a kifutón, amikor földet értél. Tehát nem szabad kinyitni a féket, rátaposni a lábfékre, meg ilyesmi, nem. Hagyd, hogy szépen lelassítsa magát. Igen, tudom, nincs kint a kerék. Na, ehhez mit szólsz? Az aprócs nem volt szép. Jó. 120-130-nál már lehet rakni féket és lábféket. Irányítgatni egy kicsit. És erre még jobban igaz az, hogy nagyon kis sebességnél is felborul. Tehát most azért nem tiplizek nagyon. Óvatva kell. Nagyon-nagyon óvatva. Mert eléggé instabil. Főleg, hogyha mondjuk nem dobtad el a tartályokat, vagy a bombáidat, akkor rettentően instabil tud lenni. Tehát most azért egy... Igen, nem tudom bekapcsolni azt se, de nem tudom mennyi a pontos ground speedem, de egy éles, mondjuk jobbra kanyar. Nál azért látszik, hogy nem... Tehát megmozdul. Még nagyon lassú módon is. De hát így is, most is látszik, egy kicsit megdül. Pedig azért minimálisat fordulok. Úgyhogy óvatosan. Na. És ezt up down. Ugyanúgy ki kell kapcsolni, mielőtt kinyitjuk a fülkét. Ennyi. Idle-ba. Mindent off. És akkor utána le is zártad a gépet.